Több családon belüli erőszakra derült fény az elmúlt időszakban a régióban. Ezt mondja a Dél-Dunántúli Regionális Krízis Ambulancia vezetője. Proszonyák Ida kifejtette a Szekszárdon tartott szakmai napon, véleménye szerint ez annak is köszönhető, hogy a jelzőrendszer tagjai, úgy mint a védőnök, rendőrök, tanárok, jobban felismerik az erőszakra utaló jeleket, és maguk az érintettek is kezdik elhinni, hogy érdemes segítséget kérniük, és meg is teszik. A krízis ambulanciához is döntően gyerekes családok fordulnak, de más csoportok tagjai is megkeresték őket mostanában. Mi a krízis ambulancián tapasztaljuk, hogy 20% az 50 év felettieknek az előfordulása, és közel 15% a 60 év felettieknek az előfordulása a krízis ambulanciánkon, akik segítséget kérnek. Ezen kívül nincs rálátásunk nagy valószínűséggel a családban, a fogyatékkal élő, egyéb korlátozottság miatt azokra a bántalmazottakra, akik önmaguktól nem tudnak kihez segítségért fordulni. Szekszárdon is több párkapcsolati erőszakot és családon belüli erőszakot jeleztek a szakemberek az elmúlt egy évben, és több bántalmazott kért segítséget a Humán Szolgáltató Központtól. Csak az elmúlt két hónapban 4 családot kellett kimenekíteni Szekszárdon, őket az úgynevezett védett házban helyezték el, hogy ne találjon rájuk az erőszakos családtagjuk. Az figyelhető meg, hogy valami változás történt. Nem gondolom, hogy több lenne hozzátartozói erőszak, vagy a családon belüli erőszak, hanem azt gondolom, hogy ez most elért egy olyan küszöböt, aminél már mindenki valamiféle felelősséget érez, és azt gondolja, hogy itt jelezni szükséges. Tavaly 12 esetben derült fény arra, hogy családon belül bántalmazták a gyerekeket. Ezek közül egy esetben történt szexuális erőszak. A gyermek elhanyagolása miatt 20 esetben, családi konfliktus miatt 52 esetben kellett intézkedniük a Szekszári Család és Gyermekjóléti Központ szakembereinek. A legtöbb munkát a szülők vagy a család életvitele adta nekik. Szenvedélybetegség és antiszociális viselkedés miatt 112 esetben kellett beavatkozniuk.